ugye a fő hang, a, gyújtópontunk a kézi birkanyírás bemutatás, amit már lehet mondani, hogy hagyománnak számít, a birkafőző, paprikás pörkölt illetve paprikás főzés, bográsba ugye, és a harmadik a nyáson sültek és egyéb, egyéb, egyéb sültek elbírálása. Kik vehetnek részt a birkanyíró versenyen? Tehát ezen a versenyén ez nem csak a juhászok, az is lehet odaírva, vagy a mezőgazdaságban élő emberek is, még, és bár szeretettel látunk a körünkbe, aki ért a gasztronómia, az itt összemérheti a tudását. Tehát mindenkit szeretettel várunk, nálunk nincs ilyen, hogy berendezési díj és egyebek mindent biztosítunk, tűzifát, vizet, minden hűvöst, tehát úgy, hogy teljes ellátás, ez nincs ilyen befizetés kotizációban. Tudj tudjuk, hogy az embereknek is elég nehéz a máma a megélhetőség, tehát ilyenek különökkel nem telhájuk. Különösen, akik ugye vidékről jönnek, nem mondjuk még Magyarországgal is, elég az úti költséget kifizetni. Annak idején, mikor elindult ez a fesztivál legelőször, miért döntöttek úgy, hogy szerveznek ilyet? Mi volt a céljuk vele? Hát az az igazság, hogy ez a megalakulásunk után tíz évre kezdődött, és akkor meg akartuk a jubilémunkat ünnepelni a tíz éveset, és akkor annyira jó sikeredett, hogy azután most a hetedik alkalommal csináljuk tehát eh, szeretnénk a fiatalságnak is megmutatni, hogy ebben az 1600 hektáros járásban van jövő, van jövője birkának, főleg tudjuk, hogy ilyen támogatások mellett, amit most az állam mellénk át, tehát szeretnénk, hogy ne legyen az a nagy járás kihasználatlan. És egyre emelkedő tendenciát mutat a jutenyészt is ezen a vidékünkön. Azok, akik nem konkrétan a birkanyírásra kíváncsiak, azok milyen kísérőprogramokat kísérhetnek, láthatnak? Ugye lesznek a főzőcsapatok, gyermekprogramok lesznek, színes gyermekprogramok, ami élőjószág fogásával is a legkisebbeknek kedveskedünk. Elég szép ajándékokat fognak az is elkapni. Élőjószágot a kakastól kezdve, kecskégy és egyebek úgy, mindenki szeretettel várunk június másodikán a Kanizsai Vásártéren. Hány órakor kezdődik a rendezvény, vagy konkrétan a programok? Ami mondjuk pont a birkanyírás, az mikorra várható? Ugye 7 órakor szeretnék a főzőcsapatokat, hogy érkezenek 8 óra fél 9 felé kezdődik az ünnepélyes megnyitó, aztán kezdődik a birkanyíró verseny. Látványos kutya bemutató, ha bár hetedik alkalommal már csak egyetlen egy alkalommal tudott eljönni, mert mindig megígérés akkor nem jön el. Hát a lovas bemutató az azt hiszem el fog maradni, mert sajnos az inspektor ilyeneket nem enged, még a legújabban lesznek a művelődési műsorok, ugye fölépnek különböző néptáncosok és egyebek, a 14 órakó pedig lesz az, az ebéd, és akkor utána az eredmény hirdetéssel fogjuk fejezni.